A halálbüntetés emberemlékezet óta létező szankció az igazságszolgáltatásban. Igaz, számtalanszor előfordulhatott már, hogy valaki tévesen került a kivégzők kezei közé. Éppen ezért van az is, hogy ennek a büntetésformának a helyes vagy helytelen volta nagyon megosztó az emberek körében. Egyesek szerint vannak olyan bűnök, amelyekért valóban kivégzés jár, mások azt mondják, az életét senkinek sem szabad kioltani. Ráadásul egyes esetekben minden bűnjel egy bizonyos illetőre mutat, aki közben mégis ártatlan, ezért valós ok nélkül kell meghalnia. Magyarországon a legsúlyosabb büntetés a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés. Akárhogy is, akit halállal büntetnek, az a végső pillanat előtt még mondhat egy mondatot. Ez sok esetben egy bizarr, meghökkentő gondolat, ami nem is csoda tekintettel a kivégzett személy lelki állapotára. A műveletet végzők sokszor feljegyzik ezeket a furcsa mondatokat, a következőkben pedig ilyenekből hoztam el nektek néhányat. Igen, csak azt szeretném mondani, hogy a sziklával hajózok és visszatérek, mint a függetlenség napja, Jézussal. Június 6, mint a filmben. Nagyanya hajó meg minden, visszajövök, visszajövök. A prostituált, akit 7 ember megölése miatt végeztek ki. A fekete mágiában jártas férfi 6 rituális gyilkosságért lett halálra ítélve, utolsó szavait nem írták le pontosan, de azt ígért, hogy szelleme még 300 évig kísért majd a börtön falai között. Egy német sorozatgyilkos 31 ember életét oltottak, és egy 9 éves kislányt szexuálisan bántalmazott. Mivel megpróbálta meginni áldozatai vérét, a düsseldorfi vámpírként is emlegetik. 1931-ben fejezték le. Mondja, fogok legalább egy pillanatig hallani, miután lefejeznek, hogy halljam a vérem csopogását a nyakamból. Egy rendőr megöléséért végezték ki villamosszékben 1928-ban New Yorkban. A férfi utoljára saját nevével viccelt, az ugyanis az angol apple, azaz alma szóra hasonlít. Bizarr poénja pedig így szólt. Uraim, hamarosan egy sült almát fognak itt látni. Lehetsz te király vagy utcaseprő, mindenki a kaszással táncol. Álton és bátyja közösen raboltak el egy 12 éves fiút egy étteremből. Egy kietlen helyre vitték a fiút, ahol megölték, majd tovább mentek bankot rabolni, de rajta kapták őket. Robertet gázkamrára testvérét börtönre ítélték 1992-ben. Amerikai törvényen kívüli bandával garázdálkodó bűnöző volt, bár több gyilkosságért és emberek eltüntetéséért is felelősségre vonták, egy vonatrablásért ítélték halálra 1901-ben. Kivégzése előtt így szólt. Reggelire már a pokolban leszek. A jó emberek mindig biztosak benne, hogy igazuk van. Mondta a ködös tévedés sejtető utolsó mondatát. Miután élete félre siklott, prostituált lett belőle. Egy kuncsaftjához, egy drogfüggő bartenderhez ment hozzá, és közösen tervelték ki egy gazdag özvegy kirablását. Meg is ölték, hónapokkal később kapták el a párt, és 1955-ben gázkamrában végezték ki. Éljen az anarchia! Ez életem legboldogabb napja. Engelt a német bevándorló talibi híján azzal vádolták meg, hogy bombát dobott a rendőrség épületére és 7 embert megölt, 1886-ban akasztófára került. Mindössze 20 éves volt, amikor egy társával megszökött a börtönből 1982. decemberében. Szökésük során meggyilkolták otthonukban a középkorú Brown házaspárt, néhány nappal később elkapták őket, és mindkettőjüket villamosszék általi halálra ítélte Charles Marvin bíró, aki egyébként a meggyilkolt házaspár fiának volt az apósa. Glass 3 évvel később egy petíciót adott be a legfelsőbb bíróságnak, amely szerint az áramütés általi kivégzés sérti az Egyesült Államok alkotmányának 8. és 11. módosítását. A döntéshozókat nem hatotta meg a kérvény, és az ítélet végrehajtására 1987. júniusában került sor. Mielőtt a gyilkos áram végigszaladt volna Glass testén, ez a mondat hagyta el a száját. Én inkább horgásznék. A brooklyni vámpír, a vérfarkas, a pedofil kannibál és a szürke ember néven is emlegetik. 1935-ben kezdődő tárgyalásán azzal henceget, hogy minden egyes amerikai államban erőszakolt és ölt már gyermeket, a leghírhettebb tettére azonban 1928-ban került sor. Amikor egy 12 éves kislányt elrabolt, meggyilkolt, majd a maradványait elfogyasztotta.
1936-ban, mikor villamosszék általi halálra ítélték, az alábbit mondta. Nem is tudom, miért vagyok itt. A Veselényi Összeesküvés egyik tagja, Frangepán Ferenc zsoltárok hangos éneklésével csillapította izgalmát, amikor a hóhér elé vezették 1671. áprilisában. Fennhangon köszönte meg a császárnak, hogy az kegyelemből elengedte a jobb kezének levágását. A ráadott szemfedőt letépte, majd bűneit megbánva így szólt a tömeghez. Szeressétek Istent, uratokat, császárotokat, legyetek hívek hozzá, és kerüljétek el az átkozott nagyra vágyást, mely engemet örvénybe sodort. A hóhér első sújtása a vállába hatolt. A fájdalomtól ordító főúr fejét végül csak újabb két csapással sikerült elválasztani a testétől. Vannak, akik magukba szállnak az utolsó pillanatokban. Egy rendőrgyilkos, az amerikai Charles Bass az anyukájának üzent, mielőtt beadták volna neki a méreg injekciót. Ne érezd magad rosszul, mama, én ezt megértemlem. Jeffrey Barney, aki megerőszakolta, majd mikrofonzsinórral megfojtott egy texasi lelkész feleségét, szintén bűnbánatot tartott. Sajnálom azt, amit tettem, megérdemlem ezt. Remélem, hogy Jézus megbocsát. Egész testemben remegek. A nevelő anyját meggyilkoló Markham Smith is magába szállt a kivégzés előtt. Legutolsó bűnös vagyok a bűnösök közül. A taxisgyilkos Jeremy Butler ezt üzente. Mindenkinek egy boldog életet kívánok. Míg Gary Gilmore 1977-ben csak ennyit mondott. Essünk túl rajta. Warren Bridge még rövidebben reagált. Viszlát. Vannak, akik az utolsó percig áldozatnak tartják magukat. Továbbra is fenntartom azt, hogy ártatlan vagyok, nincs más mondani valóm. Mondta Johnny Anderson, akit 1990. május 17-én végeztek ki. Egy Las Vegas-i kaszinós rablógyilkosság miatt elítélt bűnöző Jesse Bishop utolsó szavai ezek voltak. Adjatok kegyelmet, vagy végezzetek ki, de ne húzzátok az időt. Bishop kivégzését jogi és technikai akadályok miatt többször is elhalasztották korábban. Van, aki soha nem bánja meg a tettét, mint például Carl Kelly, aki az utolsó szójogán azt mondta, afrikai harcos vagyok, azért születtem, hogy lélegezzek, azért születtem, hogy meghalljak. Úr Jézus Krisztus! Ezt a hitvallást pedig egyszerre 43 egyiptomi kopt keresztény kiáltotta, akiket a líbiai tengerparton letérdeltetve végeztek ki az iszlám állam terroristái 2015. februárjában. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. A kommentben bátran fejtsétek ki a véleményeteket. Amennyiben van kedve, csatlakozz a csatornatagsághoz, valamint élhetsz a szuper köszönet lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgatatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!